A sport átsegít a bajokon, erkölcsi tartást ad az életben, vagy a Tölgyesi Lívia, aki előadóként beszélt azon a konferencián, amelyet a MOB szervezett. A tanácskozás egyik célja volt, hogy a sport etika és a sport erkölcs tantárgyakat bevezessék a hazai sportiskolákban. Itt van vele Léman László, Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai programjának igazgatója, és jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nos, ugye éppen arról beszélgettünk, hogy egy nagyon impozáns és sportolók múltját tekintve egy nagyon, hogy mondjam, patinás helyszíne volt ennek a mostani konferenciának Győrben, ugye a Bercsényi Miklós gimnázium, és végignéztem a névsort, hogy ki mindenki járt oda, akár olimpiai bajnokaink, akár kiváló korábbi sportolóink közül, hát egészen elképesztő ez a névsor. Egyébként lehet érezni egy ilyen épületen ezt a fajta, mondjuk, hangulatot, hogy azért ez egy nagymúltú gimnázium? Igen, érdekes volt oda belépni. Ott szembesültem én is, én meghívott vendégként voltam ott most, és ott szembesültem azzal, hogy mennyi híres sportoló koptatta itt a köveket és a padokat, de nem is csodálom, hát ez olyan fantasztikus építmény, és olyan sokféleképpen van kialakítva, hogy a sportot segíteni tudja, úgyhogy már ott lenni, ott tartózkodni is idősebb volt sportolóként is nagy élmény volt, hiszen a tradíciók szinte sugároztak felé. Mindenképpen. Igazgató úr, az, hogy a helyszínt mi alapján választják, ennek van bármi nem jelentősége? Most konkrétan azért kérdezek Győrre, mert tudjuk jól, hogy ezen a héten egy fontos pályázat dőlhet el. Igen. Van jelentősége mindig a helyszínnek, tehát a Sportiskolák Országos Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság közösen szervezte ezt a konferenciát. Most már évek óta tart ez a konferencia sorozat, mindig más helyszínen, és nem koncentrálunk Budapestre, hanem nagyon sokszor vidékre megyünk. Ez azt is jelenti egyébként, hogy ennyire széles körű a sportiskolai hálózat Magyarországon? Igen, igen, teljes országos lefedettséggel épült ki. 2007 óta indult 2007 szeptemberében az úgynevezett közoktatás vagy köznevelési típusú sportiskolai hálózat kiépítése, és jelenleg 90 intézmény van az országban, megyében van 1-2, de van, ahol 4-5-6 is. Ez még csak egy kérdés, aztán már visszatérünk, nagyon fontos a tantervi elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy ez a fajta oktatási mód, ez gyakorlatilag mondjuk azt a fajta elképzelést eleveníti fel, amikor azért elsősorban, nem is elsősorban, de mondjuk párhuzamosan ugyanolyan fontossággal a sport is hangsúlyt kap az iskolai oktatás mellett? Igen, igen. Tehát ezekben a sportiskolákban a helyi pedagógiai programot úgy kell összeállítani, hogy a nevelés, oktatás, az ezzel összefüggő tankötelezettség teljesítése és a sportkarrier lehetőségét együttesen tudja megvalósítani a fiatal. Ezek a sportiskolák ebben nyújtanak rendkívül nagy segítséget. De tulajdonképpen az, amit az ember mondjuk, nekem viszonylag könnyű dolgom volt, mert én a KSI-ben kezdtem, és ott megvolt az a mellette működő, akkor még persze nem a csanádi iskola, de megvolt az a fajta kontaktus, hogy az általános iskola, és aztán később a gimnázium között is, ami segítette a sportolói karriert, tehát ez már jó régen volt, ugye még egy másik rendszerben. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ennek a fajta működési elvnek a létjogosultsága, ez beigazolódott, ugye? Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mindennapos testnevelés és mindenkit elérő nyilvánvalóan testnevelésre ösztönző program, hanem ez annál jóval hangsúlyosabb, és picit az utánpótlás gerjesztését is szolgálja. Igen, tehát nagyon fontos a mindennapos testnevelés, nagyon fontos az emelt szintű testnevelés, vagy igen, úgy hívtuk, hogy testnevelés tagozatos oktatás, igen. Viszont ez a program tudatosan vállalja azt, hogy az utánpótlást szolgálja, és messze meghaladja a követelményeiben, és szakmai programjában is ezeket a korábbi emelt szintű testnevelést folytató iskolákat. Abszolút. Lívia, sport etika, sport erkölcs, ugye erről beszéltünk már legutóbb is, amikor jártál nálunk, akkor azért ezek voltak a központi témák. Van-e annak valóban ma esélye, amikor azért tudjuk jól, hogy a gyerekek igen-igen túlterheltek minden szempontból, hogy mondjuk akár a tantárgyak mennyisége bővüljön például két ilyennel, vagy specifikusan azoknak a sportiskoláknak lehetne a tananyaga, ahol tudjuk, hogy célzottan nyilvánvalóan akár a jövő válogatottjait nevelhetik. Van létjogosultsága mindenféleképpen, azért azt szeretném elmondani, hogy jutottunk el idáig, mert ez az utóbbi pár hónap eredménye, kicsit felgyorsultak az események, évek óta küzdök ezért és foglalkozom ezzel. Teljesen véletlenül találkoztam egy sajtótájékoztatón Szabó Bencével, aki most már azóta a MOB főtitkára lett, és beszélgettünk, hogy olimpia után üljünk már le erről egy kicsit bővebben értekezni.
Körülbelül fél óra alatt meg is beszéltük, hogy muszáj együttműködünk, és nagyon jó a irányvonal, amit közösen elképzelünk, és ő irányított a Lehman Lászlóhoz. Uh-huh. Lehman Lászlóhoz bementem bemutatkozni, és a következő mondata az volt, na akkor itt van a sportetika, csináljunk tantárgyat. Hát én elkerekedett a szemem, és azt mondtam, hogy vágyaim ne továbbja, végre jó helyre kerültem. És megbeszéltük az alapokat, tehát most bevezetésre kerül az iskolákban 13-tól az erkölcstan 7. felmenő rendszerben, 1-5. 9-ben, uh-huh. és úgy beszéltük meg, hogy akkor sporterkölcstan lesz a neve, és 7.-8. osztályban lesz a már megalapozott erkölcstani ismereteken. Ez a sportiskolai oktatásban. Kimondottan a sportiskolákban egy szaktantárgy. És úgy beszéltük meg a továbbiakban, hogy a 11. osztályban megkapják az etika oktatást, ugyanígy a sportiskolákban, és 12-ben, amikor már szellemileg is érettek erre, következik a sportetika. Annyit kell még hozzá tudni, hogy 7.-8. az volt a kérés felém, hogy úgy vegyem figyelembe az alapokat, hogy ezek a gyerekek lehet, hogy már többet nem találkoznak erkölcstani neveléssel, uh-huh. mert olyan ügyesek kikerülnek a nagyvilágba, és kint folytatják tanulmányaikat, vagy magántanulóként tanulnak tovább, vagy esetleg egy egészen másféle iskola rendszerben uh-huh. folytatják. Tehát itt vagy megkapják ennek a lényegét, vagy vélhetően már sehol. Igen. Na most ugye itt azért nagyon-nagyon messzire vezető alapkérdés ennek a dolognak, de ugye manapság, amikor mit látunk, mi ömlik a gyerekekre, most ne is részletezzük, de ugye azt látjuk, hogy hogyan tudsz érvényesülni, az egy dolog ugye, hogy látjuk, hogy mi zajlik a sportban, tiltott teljesítményfokozástól elkezdve, akár ugye a játékok befolyásolásai, gondolok itt a fogadási csalásokra, és a többi, és a többi. Ami egyszerűen jelen van a sportban, nyilván nem azon a szinten, amikor ezek a gyerekek ezeket a tantárgyakat tanagyakként megkapják, de ha bármilyen más valóság sok megnézek, akkor hát elsősorban azt látom, ugye, hogy mire biztatják a gyerekeket, mindegy, hogy milyen áron, de érvényesülj. Nagyon, nagyon nehéz szembe menni ezzel az irányzattal, és ezzel a széllel, ezzel a tájfunnal. De gondolom, hogy ez a cél, nem? A cél az, hogy a gyerekek szerénységét, kedvességét, gyerekségét megőrizzük. Szoktam mondani, minden gyerek jónak születik. Ahogy növekszik, példaképeken keresztül és az őt ért hatásokon keresztül változik olyanná, amilyen. Abban a pillanatban arról beszélünk, hogy erkölcstani nevelés, hú, hát mi van a nagyvilágban, nem fontos. A fontos az, hogy az a kicsi gyerek hova csöppen bele, milyen példaképek, milyen edzők veszik körül, a társakat hogyan kezelik körülötte, tehát nekünk az a célunk, hogy a gyerek jóságát megőrizzük. És nem pedig azt súlykolni bele, amit lát, hanem inkább egy picit elszeparálni tőle, és célokat adni neki. Ha céljai vannak, ha a játék örömét élvezik kicsiként, akkor már biztos, hogy kiteljesedik. Abban maximálisan egyetértünk egyébként, hogy mondjuk egy sportra is fókuszáló nevelés, én azt gondolom, hogy azért az általában a tapasztalat az, hogy egy picit más pályán indítja el ezeket a gyerekeket, mint azok, akik egyébként közelébe sem kerülnek a sportvilágának, nem tanulják meg a csapatszellemet, a hierarchiát és a többi. És most egy nagyon szerencsés korszak van, ha visszagondolok a londoni olimpián sikereket elért magyar sportolókra, egy kiváló, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, emberanyag az, akiket példaképnek választhatnak. De nagyon nehéz manapság ugye nem elveszíteni őket, amikor már mondjuk jó néhány hónappal egy világverseny után vagyunk, és vannak egyéb hősök is a médián keresztül. Lehet azért a fókuszokat rajta tartani, hogy a sportolónak a sportoló maradjon a példaképe? Igen. A sportiskoláknak a legfontosabb alapját, úgynevezett tartalmi szabályozását a sportiskolai kerettanterv adja. Uh-huh. Ez a kerettanterv tudatosan vállalja a sportolóvá, tudatos sportolóvá, sportemberré nevelést. Ennek keretében tanulnak a gyerekek majd a továbbiakban sporterkölcstant, sportetikát, de tanulnak tanulásmódszertant, tanulnak sportág választót a kisdiákok, uh-huh. vagy küzdelem és játékot, ami egy speciális drámajáték. Uh-huh. Középiskolában tanulnak sportpszichológiát, edzéselméletet, sporttörténetet, mert pontosan az a fő szempont, hogy a sportolóvá válásának folyamatát tudatosan élje meg a gyerek. Ne elszenvedje, hogy a sportoló és mechanikusan, gépiesen csinálja ezt, hanem az értelmi képességének fejlődésre arányosan ő partner legyen ebbe az egész folyamatba. És úgy gondolom, hogyha
nevezük egyfajta kicsit nagyképűség, a beavatás pedagógiát tűzzük a zászlajunkra, hogy a gyereket partnerként kezeljük, akkor a gyerek ebben partner is lesz. Ez nagyon fontos dolog, és annak nagyon nagy hasznát látom, hogy valóban nem egy mechanikus, fizikai, mondjuk itt testfejlesztés az, amiről beszélünk, mert nyilván azért az élsport azért alapjaiban erről szól, tehát enélkül nincs élsport, hanem tulajdonképpen a szellemnek a mondjuk úgy pallérozása ebben a tekintetben legalább ennyire fontos ezek szerint, és a tantervi anyag része, vagy még inkább azzá válik, ha jól értem, ugye, Lívia? Mindenféleképpen. Feltétlenül szüksége van arra, hogy a gyerekek szellemét fejlesszük, és ráirányítsuk a saját céljaikra, a saját irányvonalukra. De mindezt, ahogy az előbb már elkezdtem mondani, a játékon keresztül lehet náluk elérni. Tehát picikorban utánpótlás nevelés csak úgy lehet elkezdeni, ha játszhatjuk őket, a játékon keresztül lemodellezik az életszituációit, és miután megszokták, hogy van egyfajta rendszeresség, van egyfajta célorientáltság, mert már a játékban megköveteli ezt tőlük az élet, akkor lehet egy hatékonyabb sporttevékenységbe belevezetni őket. Én azt gondolom, hogy Magyarországon olyan jó edző társadalom van, olyan jó egyesületi háttér van, és kezd újra magára találni ez a icipicit itt ott elsiklott irányvonal, hogy a gyerekeknek semmi más nem kell csinálni, csak oda menni és tenni a dolgát. Mire nevel az erkölcs, mire nevel? Arra nevel, hogy jó szeretnék lenni, de hogyan legyek jó. Értem. A gyerek keresi az útját, keresi a határokat, feszegeti a határokat, ráadásul megérkezik a kiskamaszkor, a nagykamaszkor, amikor majd veszély, én tudom. Veszély hátá, és akkor meg nem beszéltük a környezetről, de minden esetre úgy tűnik, hogy azért egy olyan irány és egy olyan kapaszkodó lehet majd most akár a pedagógusok segítségére, ami ezen az úton, a sport, igazi sport emberré válás útján mindenképpen segíti őket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma reggel. Köszönjük szépen.